A munka ünnepe a nemzetközi munkásmozgalmak által kiharcolt ünnepnap, ami a dolgozók által elért gazdasági és szociális vívmányokról hivatott megemlékezni. Bekecs község önkormányzata hagyományokhoz híven idén is rengeteg színes programmal készült, amely nem csak a gyerekeket, de a felnőtteket is mágnesként vonzotta a fürdőkertbe. Az összejövetelen résztvevőket Bodnár László, a település polgármestere köszöntötte, aki a község május 1-i hagyományaira emlékezett vissza, majd Koncz Ferenc országgyűlési képviselő kívánt kellemes kikapcsolódást a megjelenteknek. Mai napnak kettő célja van. Az egyik az, hogy egy kicsit felemlítsenek a régi bekecsi hagyományokat, hiszen itt főleg a 90-es években a környék legnagyobb majálisát tartották minden éven. Sokan még emlékeznek rá a gyerekkorukból, és ennek a hangulatát próbáljuk a mai nap folyamán kicsit visszacsempészni, visszaidézni. Ez az egyik célunk. A másik pedig egy jótékonyság. Van ott a községünkben egy olyan alapítvány, amit úgy hívnak, hogy Együtt a Sérült Emberekért Alapítvány, ami különböző sérültekkel, fogyatékos emberekkel foglalkozik napközi ellátásos intézményben. Ez egy komoly, nagyon-nagyon nehéz, de ugyanakkor lélekemelő feladat, és ezzel kapcsolatban ők most a díszvendégei a rendezvényünknek, egy kézműves vásárral, bemutatkozása, melynek során meg lehet vásárolni a termékeiket, és ezáltal lehet őket támogatni a mindennapi feladataik elvégzésében. A mai emberek általában május 1-ével, főleg az idősebbek, a régi dolgokat kötik össze. Sör, virsli, felvonulás, foci meccs, esetlegesen lekváros lepényevés és koncert. Manapság már egy kicsit többennél, sok szempontból, katolikus egyházon belül munkás Szent Józsefnek az ünnepe, ezen kívül szerencsén templom búcsú, és itt pedig azt tudom mondani, hogy emellett elég sok kulturális és szórakoztató programot próbálunk felvonultatni. Megvan természetesen az ugrálóvál és a trambulin, a vendéglátás, de vannak kézműves foglalkozásaink, melynek keretében, mivel anyánk napja hamarosan itt van, el lehet készíteni azokat az ajándékokat kicsiknek és nagyoknak, amivel örömet fognak okozni majd szeretteiknek. A munka ünnepén három palacsintasütő csapat mért össze tudását a serpenyők mellett, akik különböző ínyenségekkel lepték meg a zsűrit. Mindeközben veterán autók és motorok vonultak fel a rendezvényre kilátogatók nagy örömére, akik különböző típusú csodákban gyönyörködhettek a füves területen. A szervezők ez alkalommal is színes programokkal készültek a gyermekeknek, akik a célbadobást, gólyalábat és a horgászatot is kipróbálhatták. A fák árnyékában azonban mégis az ugrálóvár, valamint a trambulin aratott osztatlan sikert mindenkinél. A lovakat kedvelők is megtalálták a nekik megfelelő programot, akik közelről is megcsodálhatták a Bányai Lovasiskola állatait a rendezvényen. A település fő utcáján mindeközben nosztalgiabusz várta a régmúlt korokra visszaemlékezőket, akik egy túra keretében próbálhatták ki a járatot. A nagy színpadon a Szikratán stúdió tanulói mutatták be az erre az alkalomra begyakorolt koreográfiájukat a nagy közönség előtt. Produkció után a kisebbek léptek elő, akik egyedi stílust felvonultató előadással készültek a nézőközönségben helyet foglaló szülőknek és résztvevőknek. Május 1-e Bekecsen idén is az önfelett szórakozásról, a gasztronómiai élvezetekről és a családias hangulatról szólt.